Szia. Milyen találkozunk. Még soha életemben nem jártam itt. Soha. És ez egyszerűen zseniális ez a hely. Voltál már itt többször? Igen, voltam. Voltam ismerősöm, volt egy időben a temető őr itt, úgyhogy azért is jártam erre. Úgy néz ki, mintha valami emlékműben találnám magam, valamelyik ókor, középkor és mindenkor, Egyiptom. Minden eszembe jut csak az, nem, hogy ez egy zsidó temető lenne, tényleg ez benne az érdekes. Igen. Tehát ahol én jártam zsidó temetőkben, ott tényleg inkább ezek a mózes sírkövek voltak, mózes táblára emlékeztető sírkövek, és hát ez egész más, itt inkább tényleg a hellén kultúra, az egyiptomi kultúra. Tehát igen, ez nagyon jól jellemezte a 19. század végi, 20. század elejé zsidóságot, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Hogy... Az, hogy nem akarnak zsidók maradni, hanem hogy asszimilálódni akarnak azt? Igen, igen, hogy ez a kultúra, ez az európai kultúra, ez egy vonzó kultúra volt, és hát különösen a németeknél ez... Uh-huh. Tehát a magyaroknál is, tehát ugye a Falk még se tanította a Sziszi királynőt magyarul. Tehát, hogy annyira a magyarok voltunk, és a 48-as szabadságharcban is ott voltunk, és mai napig őrizzük az emlékét a zsidó huszároknak, akik harcoltak a magyar szabadságért és a függetlenségért. Tehát nagyon erősen azonosultunk a nemzetünkkel, ahol éltünk. Tehát akkor lehet azt mondani például, hogy a holokauszt, ha nincs, akkor nincs Izrael állama. Tehát igazából a holokausztal Isten elérte azt, hogy Izrael állama létrejöjjön, és a zsidók rájöjjenek arra, hogy nekik van egy saját országuk, és vissza kell menniük, és újra össze kell gyűjtetniük, ahogy az Ezékiel profécia is mondja ugye a 37-ben. Tehát, hogy felhasználta Isten biztos, a holokausztot erre? Biztos, igen, az biztos 100%, hogy van ilyen Jeremiásnál egy ilyen profécia, hogy először elküldöm a halászokat, az én halászaimat, hogy kihalásszam az én népemet, és utána pedig a vadászokat küldöm el, hogy összegyűjtsék minden sziklahasadékból. Ez olyan, mintha menekülnének a zsidók Isten előtt, tehát hogy vadászokat küld rájuk, halászokat, hát, stb. Igen, tehát, hogy... óhatatlanul eszembe jut, ugye a cionisták voltak inkább a halászok, akik azt mondták, hogy gyertek ez a ti országotok, akkor mi Palesztina. Vagy aztán akár az Ebenezer, vagy az Exobus, az a keresztény szervezetek, amelyek szintén azt a cél szolgálják, hogy a zsidókat gyertek haza, itt a ti hazátok, most már itt ez a ti választott helyetek, és Isten azt akarja, hogy itt éljen Izrael népe. Ez a halászok, viszont volt nem csak a holokauszt, hanem hát azt megelőzően is akár az orosz pogromok is így működtek, hiszen az orosz pogromok tették a pontot az íre, amikor elindult az első cionista bevándorlás, amikor az első telepeket létrehozták Palesztina területén, és aztán hát akár a mostani háborúra is lehet azt mondani, az ukrán háborúra, hogy akár Putyint is, hogyha nézzük, nyilván nem ezzel a céllal indította a háborút, de az örökkévaló használja arra, hogy megindultak az Ukrajnában levő zsidók is. Csodálkozni fogsz, az Oroszországban levő zsidók, és még Izraelbe. A belorusz zsidók is elindultak Izraelbe. Itt, ahol vagyunk, ebben a temetőben, 2000 a gettóban meghalt zsidónak van a felirat nélküli sírja. Neked a családodban volt valaki, aki a gettónak akár az áldozata, vagy ebben az időben, vagy a holokausztban halt meg? Nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy legalábbis a szűk családom, a édesanyám, nagybátyám és a nagyszüleim megmenekültek a holokausztból. Lévim egyrészt mert pesti zsidók voltak, és a legnagyobb esélyük a pesti zsidóknak volt, de hát, ahogy említetted, a gettónak is nagyon sok áldozata volt abban a alig több, mint egy hónapos időszakban, amíg abban a nagyon kegyetlen hideg december és januári időszakban ott kellett összezsúfolodva lenni a lakásokban. Erről az időszakról sajnos személyes beszámolót azért nem tudok, a nagymamám került a gettóba, mert mint talán ezt tudod, hogy amikor visszajöttek a népünk, mikor visszajött a holokauszból, akkor ez így teljesen el lett, ez a téma alára nyomva a hallgatásnak a leple alá. Tehát akik ezt átélték, azok úgy védekeztek, hogy nem beszéltek róla? Igen. Még a leszármazottaiknak se? Igen, nem feltétlenül azért, hogy eltitkolják, egyszerűen csak azért, mert kibeszélhetetlennek érezték. Néha nyilván az is benne volt, hogy a második generáció ne is tudjon erről, ne is tudjon arról, hogy egyáltalán zsidó származású, hogy hova tűntek a nagyszülők.
erről nem volt szó, de hogy nagyon sokan nem tudták. Na most az én anyukám tudta, hogy mi volt a történet, és ezt nekem is nyilván tovább adta. Ő maga akkor 6 éves volt. Most itt az emlékirataiban. Anyukád volt 6 éves, és a nagymamád olyan... 30 körüli, igen. És hogy nem került be a gettóba a nagymamád? Ő került be a gettóba. De vagy ő bekerült? Az anyukámat, illetve a nagybátyámat pedig, a nagypapám egy alkalmazottja, elvitte egy svájci vöröskeresztes házba, egy védett házba, Percelmor utcában. Úgyhogy ezt az utolsó pár hónapot ott húzták ki, hát eléggé lerongyolódva, éhezve. Amikor anyukád ugye gyerekként ezt átélte, később ő nem nagyon beszélt erről neked? Vagy ő is így hallgatásba burkolózott, mint a felnőttek? Az édesanyámra ez nem volt jellemző, sőt, amikor végül aztán egyszer csak szint vallott, hogy hát ő valójában mindig is hitt Istenben, akkor azt mondta nekem, hogy hát hogy ne hitt volna, hiszen hogy menekülhetett volna meg másként. Le is írt nekem egy konkrét megmenekülési történetét, amikor már bombáztak ugye az ostrom alatt, és ő akkor nem volt a pincében, hanem fönn volt a házban, és egy nagy párna alatt feküdt, meg a nagy kabátja is rajta volt, mert nagyon hideg volt, és akkor leesett a szomszéd ház udvarára egy bomba, és betört az ablak, és az ablak tábla ráesett. De semmi baj nem lett, mert megvédte ez a nagy párna. Kimászott alóla. Aztán volt egy másik, amikor pedig bent voltak a pincében, már az utolsó 2 hétben folyamatosan a pincében voltak, és egyszer csak berontott egy ilyen nyilas suhancokból álló csapat, rájuk ordítottak, és úgy sorakozó a motyójukkal a kiáratnál, és akkor ez a kis összetört, és már erejét nem... Ez a kis összetört csapat, aki már alig bírta magát vonszolni, oda ment, oda állt a sorba a bejárathoz, és ebben a pillanatban újra felszakadt az ajtó, és berontott egy SS katona, gépfegyverét ráfordította ezekre a nyilas suhancokra, és úgy ordított, hogy azok kitakarodtak onnan. Úgyhogy gyakorlatilag SS katona mentette meg az édesanyám életén. Úgyhogy voltak ilyen csodák, és nem véletlenül vagyok én itt. Sziasztok! Hello! Szia! Isten hozott titeket! Szia, Bea! Szia, Sama! Kata, de jó, hogy itt vagy. Szia, Sama! Gyertek, csücs! Kata, kérlek, foglalj itt helyet. Ezt készítettük neked, Bea, pedig itt. Köszönöm szépen! Jól vagytok? Jó, igen. Nagyon köszönjük. Mit hozhatok nektek inni? Hát én most inkább vizet innék. Lehet ilyet? Hogy igen, lehet. Jó jönne, igen. Víz? Hideg víz. Citromkarika. Az is van, ja, szuper. Jégkocka. Azt nem kérek. De. Hát nem tudom, hát így most gyártok valahogy a jégkockát, jó? Nem, én sem hiszem, jó, jégkockával, akkor ez itt tökéletes lesz. Jó, oké. Jó beszélgetés. Igen. Köszönjük szépen. Oké. Annak ellenére, vagy mindazon által, hogy anyukád ennyi csodát átélt, téged Isten félelemmel neveltek föl, vagy nem is hallottál Istenről? Nem, sajnos nem így nevelt, bár az értékrendje az mindig is, mint később már láttam, hogy ez a 10 parancsolat szerinti értékrendben nevelt bennünket. De valahogy a kornak a szelleme, Dunajvárosban éltünk, és így az volt a közszellemiség, hogy Isten nincs, építjük a kommunizmus, stb. És ez nekem egészen egy egyetemista koromig ez így is volt, és ott kezdett ez a dolog úgy összeomlani, hogy hát nekünk nem is ezt tanították az iskolában, és akkor kezdtem szembesülni a valósággal, hogy hát valami más van, mint amit nekünk mondtak. Jaj, hát nagyon köszönöm. Egészségetekre. Köszönjük. Jó beszélgetést. Ez nagyon finom, köszönöm. Hát a nagymama nagyon hamar meghalt, úgyhogy én őt már így nem is nagyon emlékszem rá, nem is nagyon ismertem őt, de a anyukám elbeszélésével tudom, hogy amikor még ők kicsik voltak, akkor vitte őket a vasárnapi iskolába, egy református gyülekezetbe, tudott is ilyen református énekeket anyukám, de hát ez így mind eltűnt a süllyesztőbe, amikor a szocializmus kezdték építeni. Ő pedagógus lett anyukám, édesapám sem volt hívő. Ezért nekem tényleg az egyetemen egy saját úton el kellett, hogy induljak, keresgélni, és aztán voltak ki mindenféle próbálkozások, volt egy kis szeánsz, egy kis okkult, tulajdonképpen tényleg egy kereső fiatalembernek a próbálkozásai, és aztán eljutottam oda, hogy valami kell, hogy legyen,
valami, van valami láthatatlan világ, de mi az, és hol találom meg, és akkor jöttek a könyvek, mindenféle vallásról. Hiszen voltál vele, hogy zsidó vagy, és ennek ellenére azon gondolkodtál, hogy van egy láthatatlan világ, vagy egyáltalán? Ó, így van, és ezzel nagyon sok zsidó így van mind a mai napig sajnos, hogy abszolút ateisták, materialisták lettünk sokan, így is neveltek bennünket, a mi generációnkat, és ma, ha még egy idősebb zsidó emberrel is beszélek, 70 akár még idősebbel, ezt látom, hogy abszolút ateisták, így van, és a szívem össze van törve, mert hát Izrael Isten nevéről van nevezve, Jehudá, vagy Izrael, benne van a nevünkben az az, hogy El, hogy Isten, és mégis egy ilyen nép, amelyik ennyire eltávolodott az ő Istenétől. És hát én magam is ezek közé tartoztam. Tehát akkor tulajdonképpen neked zsidóként a keresztények hirdették a messiást? Hát igen, így van, egy ugrottál egyet, de így van, ez tényleg így történt, hogy keresztényei lettek ateista barátaim, és valami olyan hiteles dolog történt velük, hogy meg hát a barátaim is voltak, tehát azért is odafigyeltem, hogy mi is ez, mi történt, hogy meghallgattam a történetüket, és azon az éjszakán, ami később kiderült, hogy az nem más volt, mint egy húsvét vasárnap éjszakája, azon az éjszakán szólt hozzám az örökkévaló, megszólított. Nem volt hallható, de egy nagyon világos gondolaton keresztül megszólított, és onnantól kezdve kinyílt a szívem, figyeltem azt, amit mondanak, hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak, és volt egy pont, amikor én is olyan boldog voltam, mint ők, bár nem értettem, hogy miért, és amikor felajánlották, hogy imádkoznak, értem, akkor... És mit mondott ez a hang? Azt mondta, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. Miért akarod az eszeddel azt megérteni, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. És én ezt tudtam, hogy ez igaz, tényleg. Ez annyira igaz volt, hogy nem tudtam, honnan jön ez a gondolat, de annyira világos is igaz volt, hogy engedelmeskedtem neki, és onnantól kezdve tényleg csak hagytam, hogy hasonl rám, amit mondanak. És nem okoskodtam, nem próbáltam megmagyarázni. És ez lehetőséget adott a Szent Szellemnek, hogy belépjen az életembe, és megérintsen engem. És akkor már úgy is hordoztad a zsidóságodat, már előtte is, hogy büszke voltál, a zsidó vagy benned is egy harag volt a gettó miatt, a holokauszt miatt, a lágerek miatt, a zsidóüldözés miatt, vagy sose volt benned ilyen érzés? Az az érdekes, hogy valószínűleg az amiatt is van, ahogy az édesanyám hozzáállt ehhez az egész dologhoz. Tehát ő soha nem titkolta, soha nem beszélt ugyanról a zsidótólog, mi zsidók vagyunk, hogy ez egy ilyen senkinek, tehát nem volt soha ez a fajta eléggé tipikus háború utáni zsidó hozzáállás ő benne, és ezért nekem az, hogy zsidó vagyok, bár nem tudtam mi az, de tudtam, hogy valamiért erre én büszke vagyok, mert ez egy sokat szenvedett nép, és én ennek a része vagyok. Befogadta Jézus Krisztust a szívedbe zsidóként, onnantól kezdve már tudtad az elhívásodat, hogy neked a zsidók felé kell szolgálni, vagy csak egyszerűen léteztél, mint keresztény, és aztán egyszer megvilágosodtál, hogy neked a saját néped felé el kell mondani, hogy Jézus Krisztus él. Vagy akár a családod felé. Hát azon a bizonyos éjszakán, amiről az előbb beszéltem, az engem annyira fölzaklatott, hogy tehát ezek szerint van Isten, és ez az Isten, ez engem ismer és szeret, és terve van velem, hogy én azonnal tudni akartam, hogy mi ez a terv. Úgyhogy én azon az éjszakán fogtam egy Bibliát, az még nem az én Bibliám volt, és kinyitottam, és ott nyílt ki, hogy Ézsaiás 49:6, amit most itt röviden összefoglalom, az ennek az üzenetnek a lényege, hogy kevés az nékem, hogy Izrael helyreállításában és a szétszórt Jákob törzseinek a hazavitelében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Akkor én ezt még nyilván nem értettem abszolút. Mondom, hát ez a zsidókról szól, hát én is zsidó vagyok, beraktam egy fiókba, hogy hát majd csak megértem ezt, hogy mi is ez. És aztán az volt én úgy érzem, hogy ki volt kövezve ez az út, mert egy olyan gyülekezetbe kezdtem el ott rögtön az elején járni, egy református közösségben, ahol a pásztor rögtön azt mondta nekem, fú, te zsidó vagy, ez fontos, ez nyomoz ki, hogy ez miért fontos, és mit jelent zsidóként követni Jézust. Nem mondott semmit, nem segített, csak hogy nyomozzak. És akkor én, hát ugye fogtam a Bibliát, tele volt zsidókkal, tehát nyilván ez volt az a legfontosabb forrás, de aztán utána sok egyéb könyvet is
olvastam történelem, irodalom, zsidó zene, judaizmus, próbáltam mindent így körbe járni, hogy mit is jelent zsidónak lenni. És akkor én sok mindenben így kaptam így megértéseket, azt arra is elvezetett Isten, hogy ez fontos dolog, hogy én az identitásomat valahogy megéljem, az ünnepeket megünnepeljem. Egy idő után már nem ettem disznóhúst. És, tehát megváltoztam bizonyos dolgokban, de volt egy nagyon fontos pont, ez pedig a zsidó krízisért. Bocsánat, hogy belevágok, de miért volt ez fontos, amíg már keresztény vagy, és bármit ez már nem vagyunk a törvény alatt. Miért érezted mégis úgy, keresztényként, hogy a zsidó szokásokat kell felvenned? Nagyon jó a kérdés. Ez egy konkrét történethez kapcsolódik. Ez megint egy ilyen az Úrral való találkozásos történet. Kaptam egy Dávid csillagot annó, egy kis medált. Életemben soha nem volt ráutaló ékszerem, ami valamiképpen kifejezte volna azt, hogy én zsidó vagyok. És hát az első felrakás, egy ilyen, most ha felrakom, akkor ezzel mégiscsak úgy vállalom, és akkor mi fog történni? Kicsit azért úgy szorongtam emiatt. Tehát az annyira mégsem voltam ilyen, hogy ide lőjetek, tehát azért annyira nem. És akkor ez a metron volt ez az eset, hogy ahogy így mentem le a mozgó lépcsőn, volt egy ilyen látomásom. Láttam Jézust, amint a Jordán mellett áll, beállt a bűnösök közé, és várja, hogy bemerítsék. És akkor Jézus ezt mondta, hogy én sem tudtam másként megmenteni a bűnösöket, csak úgy, hogy azonosultam velük. Te sem tudod a te népedet úgy megmenteni, ha nem azonosulsz velük. Nehezebb egyébként a zsidók felé evangelizálni, mert ugye ma már az evangéliumot hirdeted az utcán is. Máshogy kell egy zsidónak elmondani az evangéliumot? Igen, máshogy, néha meg ugyanúgy. Nem olyan könnyű, mert ugye az, hogy a zsidók, ez egy eléggé tág fogalom, ugyanis nagyon sok, nagyon széles a spektrum a zsidóságnak, az egészen ortodoxtól a teljesen világi ateista zsidói. És az a közös, szomorú módon az a közös a zsidó identitásban, hogy minket üldöztek, meg üldöznek, illetve hogy Jézushoz nem a zsidóknak van. Tehát két olyan nagyon negatív identitás, amit nagyon nehéz áttörnünk, hiszen egy 2000 éves, valóban egy keresztény antijudaizmus, antiszemitizmus áll mögöttünk, és ez sajnos egy kemény történelem. Most, hogy így mondtad, hogy üldöznek, te átértél egyébként a zsidóságod miatt atrocitást? Tehát nem azt mondom, hogy üldözés, de hogy azért, mert zsidó vagy, kaptál negatívumot? Megmondom őszintén, hogy egyedül akkor, amikor egy ilyen pólóban az utcán evangelizáltam, akkor ott előfordult. De mit szoktak mondani ilyenkor? Hát az, hogy miért nem töltétek meg Jézust? Ezt elég sorban megkapjuk. Van, aki csak úgy általában leköpött. Tehát voltak ilyen dolgok. Leköpött? És ilyenkor mit csinálsz? Hát azt mondom, hogy áldjon meg az Úr. Az volt a Németországban volt egy ilyen esetem konkrétan, amikor egy szórólapoztunk, és oda jött egy srác, egy, hát talán velem egy idős férfi volt, és azt mondta nekem, hogy ja nem, elvette a szórólapot, és belefújta az orrát. Én még ilyet nem láttam, és mondtam neki, hát uram, ez egy egészen durva. Meglepő módon fogadja az üzenetünket, és akkor mondta, hogy mert ő ám neonáci. És akkor így ránéztem, de tudom, hogy ez Istennek a kegyelme volt. Azt mondtam neki, hogy hát ez nagyszerű, mert akkor most megragadom a lehetőséget, szeretnék megbocsátani önnek, vagyis nem is önnek, hanem az ön őseinek azért, amit az én őseimmel tett. Mert hogy Jézus önt is szereti. Ez ott rutinból jött, vagy fel voltál készítve mondjuk egy ilyen reakcióra? Tehát akik kimentek az utcára mondjuk, mert ugye te a zsidók Jézusért szervezet vezetője vagy, misszionárius, kaptok azért kiképzést, hogy hogyan érdemes az utcán beszélni. Persze, komoly kiképzést. Ilyeneket azért elmondtak, hogy ha netán egy ilyen atrocitás ér erre, hogy ragálj, vagy az ott zsigerből jött? Persze, kaptunk kiképzést, de hogy most erre ezt kéne mondani, az azonnal jött. Tehát az ott és mit reagált erre? És ennek volt egy folytatása, és ezt én megtudtam, hogy még aznap délután egy másik munkatársunkkal is találkozott, aki valami nagyon hasonló gesztussal reagált az ő fenyegető hozzáállására. És a férfi elindult, hogy elmegy, és egyszer csak visszafordult, oda ment ehhez a nőhöz, és kezet csókolt neki. Úgyhogy ott valamit tényleg végzett a Szent Szellem.
De Magyarországon is volt, hogy elment így mellettem egy férfi, egy srác, és azt mondta, hogy mi utáljuk ám a zsidókat, és így ment tovább. És én utána szóltam, hogy és Jézust is? És megállt, visszafordult, nem, őt nem. Mondjuk ezt hozzáteszem, hogy lehetetlen Jézust úgy szeretni, hogy közben utáljuk a zsidókat, de hát most ezzelről nem kezdtem őt kioktatni, hanem csak megkérdeztem őt, hogy ő mit hisz Jézusról, mit gondol Jézusról, és az lehetőséget adott arra, hogy az egész evangéliumot elmondjam neki. És a Szentlélek annyira megnyitotta a szívét, hogy ott a helyszínen befogadta Jézust a szívébe. És ennek az is volt a következménye, hogy utána aztán ő kezdett így magyarázkodni, hogy hát, hogy ő nem úgy értette, hogy utálja a zsidókat, hanem tulajdonképpen csak hát azért, amit Izrael csinál a palesztinokkal, az, hát az nem túl szép. És akkor mondtam neki, hogy szívesen adok neki ezzel kapcsolatosan információt, mert azért egy picit félre vagyunk informálva, a közvélemény eléggé negatívan mutatja be Izrael szerepét a palesztinokkal kapcsolatosan, és nyitott volt erre is. És ez a Zsidók Jézusért szervezet, aminek ugye a vezetője vagy Magyarországon, mióta van jelen, illetve mit szóltak a rabbik mondjuk, akik itt Magyarországon élnek, vagy a zsidó közösség a ti létrejöttetekhez, tevékenységetekhez, stb. A Zsidók Jézusért misszió Magyarországon 2011 óta van. És mivel természetünkből fakadóan, vagy brandünk az, hogy nagyon egyenesek vagyunk, ez nagyon nagy kihívást intéz a zsidó közösség felé. Hello! Hello! Bocsánat, az... a madarak hozták az üzenetet. Persze, mondd csak, nagyon figyelj. Majd a Soma is lehet, hogy kérdezni. Jó. Lehet, hogy nekem is lenne egy kérdésem, ami pont lehet, hogy egy kicsit ehhez kapcsolódik. De nyugodtan válaszol. Tehát a kihívás, hogy egy kihívást jelentünk. És ugye addig, amíg a keresztény és zsidó emberek között van egyfajta egy ilyen közeledés, barátkozás, keresztény-zsidó baráti társaság és egyéb mindenféle közeledés, addig a zsidóság egy picit biztonságban érzi magát, hogy igen, ti keresztények, ti higgyetek csak Jézusba, mi már csak maradunk zsidók, és ez egyfajta biztonságosabb dolog. De amikor megjelenik egy csoport, amelyik azt állítja magára, hogy de mi zsidók vagyunk, és mi megtaláltuk a messiást, és ő nem más, mint Jézus, ez kihívás a zsidó nép felé. És éppen ezért nem is várunk más reakciót, főleg hivatalos helyekről, mint az, hogy óvakodjatok, és hogy ez nem nektek van, és hogy tehát egyfajta távolságtartó hozzáállást. Mi ezen meg se botránkozunk, meg se lepődünk. Ha én rabbi lennék, valószínűleg ugyanúgy viszonyulnék ehhez. És mégis én úgy gondolom, hogy mindezzel együtt azt látom, hogy van egyfajta tiszteletteljes hozzáállás. Van több olyan rabbi ismerősünk, akivel azt lehet mondani, hogy már egy baráti kapcsolatban vagyunk. Tehát van egy olyan fajta beszélgetés, párbeszéd, ami én azt gondolom, rendkívüli, és úgy gondolom, hogy ez már az utolsó idők jele, hogy ugye a rabbik is akár olvassák az Új Szövetséget, és van ismeretük Jézusról, nem pusztán csak, amit a Talmudban olvastak, vagy valahogy innen-onnan, hanem ténylegesen az Új Szövetségben. És ezért van lehetőségük arra, hogy komolyan és mélyen megvizsgálják azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Kérdeztetek valamit? Mert pont ide kapcsolódik a kérdésem, hogy te, Tarkata, hogy határozod meg személyesen, elperegyben a saját identitásodat? Krisztusban és Istenben. Hát végül is most kimondott a két utolsó szót, amiben nyilvánvalóan az a legfontosabb identitásom, hogy Isten gyermeke vagyok. A Messiás által, a Krisztus Jézus által megváltott gyermeke vagyok. És viszont, hogy ez nem mond ellent annak, hogy az ember zsidó, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen maga Jézus is zsidó volt, az első követői is mind zsidók voltak, sőt, még pünköskor, savótkor is mindenki, aki jelen volt. Azok is mind vagy prozeliták, vagy született zsidók voltak. Tehát ez nem egy fából vaskarika Jézust követni Jézusban, mint zsidó messiásban hinni. Sőt, azt is merném mondani, hogy egy zsidó ember egészen addig a pontig, amíg meg nem találja, föl nem ismeri Jézusban a messiást, még igazán nem találta meg önmagát, mint zsidó embert. Én most mondhatom magamról azt, hogy egybeteljesedett zsidó vagyok, hiszen megtaláltam a messiást. Amen. Hát igazából én erre voltam kíváncsi, szóval nyugodtan beszélgessetek még, számomra lehet, hogy itt vége a műsornak. Nem, biztos, hogy még van egy csomó kérdésed, de köszönöm szépen, hogy így megnyíltál nekem is. Én meg köszönöm a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés, és ezzel sok zsidó ember küszködik is.
És akkor ezért az előbb mondtad is, hogy fel is vettél egy-két szokást, egy kis zsidó szokást. Amit... Én most kilépek, jó? Oké? Okay. Oké. Amit ugye nem is értettem először, hogy keresztényként miért vetted fel, ugye, hogy disznóhús nem eszel, stb. Miért fontos ez, hogy ilyen dolgokat teszel? Ahogy ezt az előbb említettem, az azért fontos, mert én szeretnék azonosulni a népemmel. De ezt egy szabadságban gyakorlom, tehát amikor olyan közegben vagyok, ahol ezt nem tudják az emberek, és azért meghívnak vendégségbe, és netalántán disznóhúst tesznek az asztalra. Ha nem tudom elkerülni, akkor elfogadom. Tehát, hogy nincs bennem egyfajta merev ragaszkodás a törvényekhez, vagy a hagyományokhoz, de mégis úgy érzem, hogy ez az én népem, és nagyon fontos azt, hogy én ezt ki is fejezzem az életemmel is, hogy ez az én népem, és ennek a népnek akarom relevánsá tenni azt a messiást, akiben én is hiszek. Az előbb említetted a Soma kérdésénél, hogy így az utolsó időkben, stb. Az utolsó idők kapcsán rengeteg profécia nem teljesedett még be Izraelre nézve. Mit látsz te most? Milyen állapotban van szellemileg akár Izrael? Illetve mennyire közelinek érzed ezeknek a proféciáknak a beteljesedését? Ugye tudjuk, hogy ez Ezékiel 36-37 beteljesedett, de azért a 38-39 még várat magára, a Gog és Magog támadás, illetve egy nagy antiszemitizmus, talán egy óriási holokausztnak is hívhatnánk. Tehát ezzel tisztában van Izrael népe, szerinted? Te sokat jársz, gondolom, Izraelbe. Az Ezékiel 37, az töredékesen teljesedett még csak be, a száraz csontok völgyéről beszélünk. Ott Ezékiel próféta a szétszórt Izraelt látja, ahogy látszólag már ebből soha nem lesz egy élő test, egy élő nemzet. És mégis az örökkévaló arra szorítja fel, hogy profétáljon ezeknek a csontoknak, és ezek összegyűlnek, és inak, hús és bőr növekszik rájuk. Sőt, egy egész testé áll össze, és ezt látjuk is, a mai Izrael már egy összegyűjtetett, legalábbis egy részben összegyűjtetett zsidó népet mutat. Viszont nincs még benne a lélek, tehát ez a fontos rész még hiányzik. Ez a zsidó nép még nem a hívő, az a hívő Izrael, amire ígéretek vannak a proféciákban, de ennek is el fog jönni az ideje. Sokan emiatt nem értik azt, hogy most hogyan kell a mostani Izraelhez viszonyulni. Tehát sokan megbotránkoznak azon, hogy hát milyen csúnya dolgokat csinál időnként Izrael, hogy Izraelnek a politikájában például nem feltétlenül ért mindenki egyet, feltétlenül én se értek mindig egyet. És ez egy világi ország jelen pillanatban, ezt nem szabad elfelejteni. Ez most is Isten választott népe. Mert Isten hűséges. Nem is várhatjuk azt tőle, hogy szent módon reagáljon akár az ellenségeire, vagy akár amit látunk az országban is, ahogy a saját honfitársaikkal is nem konfliktusmentesen bánnak egymással, akik ebben az országban élnek. De hogy az Úr készíti azt az időt, amikor kiönti, kiárasztja ránk a könyörgés és a könyörületesség lelkét, és amikor rátekintünk, akit átszekeztünk, és siratni fogjuk őt, mint ahogy siratják az egyszülött fiút, ezt a Zakariás profitánál olvassuk, hogy ez az idő előttünk áll még, de sajnos azt is olvassuk Zakariás profitánál is, hogy ez egy nagyon nyomorúságos időszakban fog történni, és egyéb más proféták is utalnak egy olyan korszakra, amelyet Jákob, illetve Mátéban Jézus maga is a nagy nyomorúságként ír le, amikor egy olyan szintű, világméretű zsidó üldözés lesz, és Izrael földjének egy olyan szintű katonai fenyegetettsége, amire még nem volt eddig példa. Sőt, azt is olvassuk, hogy a Izrael népének kétharmada kiirtatik, és csak egy harmada marad meg, és a város, tehát Jeruzsálem lakosságának a felét fogságba viszik, és csak a másik fele maradott. Arról az egyharmadról viszont azt írja a próféta, hogy azt tűzön fogja átvinni, és megtisztítja, és akkor ő hozzá fognak kiáltani, és megtartatik, az a maradék megtartatik, és az viszont az egész maradék üdvözülni fog.
és fölismeri az ő messiását. Hogy mennyire van erre Izrael népe felkészülve? Ez jó kérdés. Katonailag én úgy gondolom, hogy nagyon erősen, állandóan készültségben van Izrael, és egy nagyon erőteljesen érzékelik azt az állandó ellenséges légkört, és azt a növekvő veszélyhelyzetet, amiben Izrael országa van. Azt, hogy ez egy bibliai háború lesz, egy Bibliában megprofétált háború, azt nem tudom, hogy mennyire gondolja a zsidó nép, hiszen mint állam ez egy világi politikai állam. Én bennem nagyon erősen az is, hogy én vágyom arra, hogy figyelmeztessem a népemet arra, hogy egy még nagyobb nyomorúság előtt állunk, ha csak meg nem tér az Izrael népe, már pedig a nagy többség az csak pont a nyomorúság következtében fog megtérni, de mégis van a lehetőség arra, hogy még most is az Úrhoz kiáltsunk. Úgyhogy azért is vagyunk mi itt Magyarországon, meg világszerte zsidók Jézusért, hogy minél több zsidó ember, még mielőtt ez a nagy nyomorúság elkövetkezik, tudjon az Úrhoz kiáltani, megtalálja a messiását. Ez nem sérti meg őket? Hanem ébreszti fel őket ez, hogy több mint 100 profécia beteljesedett az Ószövetségben, hanem csak Jézusra beteljesedett? Ez nem egy ilyen döbbenetet eredményező kijelentés a számukra? És mondjuk én úgy képzelem ezt, hogy amikor elmondom neki, akkor sírva meg kéne, hogy térjen. Nem történnek ilyenek? De, történnek. Történnek. Van egy egész sorozat a One for Israel, a Szeresd Izrael oldalain, ahol zsidó emberek bizonyságot tesznek arról, hogy bizonyos proféciák is, hát legerőteljesebben az Ézsaiás 53, az, ami felnyitja a szemüket, hogy de hát ez a Jézus előtt 700 évvel megszületett profécia, ez tökéletesen leírja a szenvedő messiást, leírja Jézust magát. És vannak olyan zsidó emberek, akik azt mondják, hogy ezt eddig elhallgatták előlünk, hogy mi ezt eddig nem tudhattuk. És igen, amikor ez a szemfelnyílás megtörténik, akkor valóban odafordulnak Jézushoz, és befogadják őt, mint zsidó messiást. De ők nem olvassák az Ézsaiás 53-at? Miért mondják ezt? Az Ézsaiás 53, ez egy kicsit ilyen elrejtettségben van, természetesen benne található a Héber Bibliában is, de tudni kell azt, hogy a legtöbb zsidó ember nem magát a Héber Bibliát olvassa a Tórától egészen Malakiásig, hanem egy úgynevezett humást olvasnak, amiben benne van a Tóra öt könyve, Mózes öt könyve, és benne vannak a heti Tóra szakaszok mellett található haftara olvasmányok, vagyis profétai szakaszok, részletek, és ezekből, hát nem mondanám, hogy véletlenül, hanem nagyon is tudatosan kihagyták az Ézsaiás 53-at. Tehát az egy átlag zsidó olvasó soha nem találkozik az Ézsaiás 53-mal például. Így zárszóként mi az, amit mondanál a keresztényeknek itt Magyarországon? Mit javasolnál nekik Izraellel és a zsidósággal kapcsolatban? Ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy két dolgot legalább rábogozzunk a keresztények szívére, ahogy a szolgálatunknak van is egy ilyen célja. Az egyik az, amit már említettem, hogy pogányokként van egy olyan küldetése pogány keresztényként, vagy nem zsidó keresztényként, van egy olyan küldetése keresztényeknek, hogy féltékenységre ingerelje a zsidó népet. Tehát igenis dolgunk van a zsidó néppel, el kell nekik vinni az evangéliumot, még hogyha nem is olyan könnyű, még hogyha sok elutasításban is van részünk, de ez ránk van bízva, és nagyon sokszor igenis nem zsidó, én magam is nem zsidó keresztényen keresztül jutottam el a hitre, és nagyon sok más zsidó ember is. A másik, amit nagyon szeretnék, hogyha a nem zsidó emberek, a keresztények megértenének, hogy az antiszemitizmus az egy állandóan jelenlevő dolog. Még akkor is, hogyha Magyarországon ez most eléggé el van folytva, az avar alatt ott parázslik, tehát hogyha bármi olyan trauma éri az országot, akkor előbb-utóbb ez úgyis elő fog jönni, meg újra és újra előjön ez a téma. Nem érzem személy szerint erősnek ezt a jelenlevő antiszemitizmust. Más országhoz hasonlítva azt gondolom, hogy kifejezetten jó a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy a magyar keresztények ezzel kapcsolatosan közömbösek legyenek. Nekünk, a mi sorsunk össze van kötve a zsidó nép sorsával. Ha a zsidó nép szenved, akkor mi nem hallgathatunk.
ha zsidó népet üldözik, akkor mi kell, hogy legyünk az első számú szövetségesei a zsidó népnek. És ez vonatkozik Izraelre is, és van erre nagyon jó pozitív példa itt Magyarországon. Vannak olyan felekezetek, közösségek, akik azonnal kiállnak és szólnak, hogyha Izraelt bántják, hogy Izraelt megtámadják. De szeretném, hogyha ez nem csak egy-egy elvétve előforduló eset lenne, hanem a magyar keresztényeknek egyre inkább a szívügye lenne az, hogy a zsidó nép azok a mi idősebb testvéreink, családtagjaink, és igenis oda kell, hogy figyeljünk erre. Hát van feladat, ahogy a Róma 11 is mondja, a megkeményedés Izraelre nézve csak ideig való, amíg a pogányok teljessége be nem megy, abban a bizonyos üdvösségben, amit Isten nekünk is adott. Úgyhogy most rajtunk van a sor, hajrá keresztények, a zsidókért is. Legyetek áldottak! Tetszett a műsor, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, lájkolni, kommentelni, megosztani, és extra tartalmakért cserébe támogatni minket a Patreon oldalunkon. www.patreon.com/pincérkém